Sziasztok! Hazonán folytatjuk a felszerelések tesztelését. A mai műsorban orsókat fogunk bemutatni és tesztelni. Ez a következő képen fog kinézni. A Shimano Hyperloop 390-es bottal, TFGear 32-es főzsinórral, valamint 40-es dobóelőtéttel, 95 g-os ólommal és természetesen 20 mm-es boilival csalizva fogjuk megnézni a dobás távolságoknál a különbségeket. Három orsó lesz ebben a mai műsorban tesztelve és bemutatva. Az első az Energotim Longcast orsó. Robi, mi az első benyomásod így a kézbevétel után? Te első kézbevételre kicsit gyengécskének tűnt az orsó. A mai kor dizájnjának megfelelően egy hatalmas bunszit raktak fogantyúnak, ami ugyan nem biztosít kényelmes fogást, viszont az életben nem fogjuk elnyűni. Az orsót egy hosszan kópas távdobó dobbal szerelték, és ugyanilyen póddob is jár hozzá, ugyanúgy fém, amin meglepődtünk, az a zsinór kapacitása, 35-ös zsinórból 480 méter fér rá, ami akár egy behúzó speciálra is alkalmassá tehetné ezt az orsót. A zsinór behúzása az 89 centi, ami biztosítja azt, hogy ne kelljen borzasztóan sokat tekernünk, mire egy 100-110 méterre bedobott felszerelést kitekerünk. A fékje egy soklamellás frontfék, ami sajnos nem biztosít kellő védelmet az esetleges letapadások miatt. Ezt orvosolhatjuk ugyan egy kis olajjal, esetleg féklamella cserével, és egy rutinos tapasztalt horgásznak nem is biztos, hogy ez nagy problémát jelent, főleg vastag 30-35-ös zsinórok használata esetén. Az elért dobótávolságokat tekintve meglepő kellemes élményeket tapasztaltunk. 110 és 115 méter között dobtunk ezzel az orsóval, és ez egy relatív jó árérték arányú orsó, tehát aki most kezd el próbálkozni a távdobásokkal, a horgászattal, és nem feltétlenül ragaszkodik egy nyeltőfékes orsóhoz, nyugodt szívvel merjük neki ajánlani. Hát akkor nincs más hátra, mint cseréljünk orsót. A második orsunk úgy gondolom valamilyen formában egy kicsit érdekesség, ugyanis a Shakespeare cégnek a Salt nevű orsóját teszteljük. Tulajdonképpen én nekem csak jó tapasztalataim voltak a Shakespeare dolgokkal kapcsolatban. Gyerekkoromban volt orsóm is, későbbiekben vettem pergetőbotot is a Shakespeare-ből, de valahogy Magyarországon egy kicsit mellőzött ennek a gyártónak az összes terméke. Ennek az okát igazából nem tudom, mert mondom, minőségi problémákkal nem nagyon találkoztam. Azt nem tudom, hogy ilyen alkatrész utánpótlási dolgokkal hogyan állnak, de valószínű annak a rovására írható ez, hogy viszonylag kevés reklámjuk van, ellenben a nagyobb és elterjedtebb gyártókkal. Robi, ezzel az orsóval kapcsolatban mit tudnál a nézőknek mondani? Ez a Shakespeare Salt típusú orsó, a neve is utal rá, hogy ez tengeri orgázatra is alkalmas lehet. Egy robusztus, erős háza van, teljesen fém a hajtókar, a már említett gumibunszli itt is a hajtókar fogantyú, azonban ez egy keskenyebb változat, már-már kényelmes a fogása. Az orsó dobja, ez inkább a dobásokra lett kifejlesztve, ugyanis 35-ös zsinórból 280 méter fér rá, ugyanilyen fém dobot adnak hozzá tartalékba is. A fékje egy szintén soklamellás fék, ezt azonban már filckorongokkal látták el, elég hosszú utas, és így az első bemanyások alapján letapadásmentesnek is tűnt, nagyon megbízhatónak tűnt. Amit még kiemelnék, az, hogy ezt az orsót már ellátták a visszacsapódást gátló bütyökkel, ami szintén a távdobásokat célozza, ugyanis ez meggátolja azt, hogy dobáskor visszacsapódjon a felkapókar, ezzel gubancot, szakadást, törést, kellemetlenséget okozva a horgásznak. A zsinór behúzása az orsónak az egy hajtókar fordulata meggyőző 102 cm, és nagyon jó dobótávolságokat is sikerült vele elérnünk, 110 és 118 méter között sikerültek a dobások. Ez egy megbízható masszív szerkezet, nyugodtan merném azoknak ajánlani, hogy sokat horgásznak, fontos a távolság elérése, és fontos, hogy egy jó, megbízható fékkel ellátott orsójuk legyen, amit hosszú időn keresztül tudnak használni. Itt már nem maradt más hátra, mint a harmadik és egyben utolsó orsó tesztelésének is nekiállunk.
harmadikként Magyarországon egy elég közkedvel gyártó a Shimano termékét teszteltük. Ez a modell a Baitrunner ST10000. Robi, mi erről az orsóról a véleményed? Ez egy kimondottan kisméretű nyeletőfékes modell, mint a fő, mint a nyeletőféket hátul helyezték el, dupla karos megoldással szerelték. A fogantya jól ismert gumi, azonban egy kicsi és kényelmesen fogható megoldással van elkészítve. A dobja grafit, ehhez sajnos sem fém, sem grafit pótdobot nem kapunk. A dob jellemzője, hogy 35-ös zsinórból 350 méter fér rá, azonban sajnos nem bírjuk kihasználni, mert annyira leörül a dob, hogy kényelmetlenné válik az a sok tekerés, amivel kijön a szerelékünk. A zsinór behúzása 85 cm, ami ezzel a kis mély dobbal párosítva nem biztos, egy kényelmes horgászatot tesz lehetővé. Az elért távolságot tekintve 107 és 111 méter között sikerült vele dobnunk, azonban leginkább ezt egy 90-95 méteres horgászatra lehetne ajánlani. Az árérték arányát tekintve sajnos több olyan modell van, amivel nagyobb távolságot érhetünk el, és kedvezőbb áron megkapjuk. Az orsó tesztelést fogjuk folytatni a továbbiakban is, úgyhogy találkozunk következőre. Sziasztok!